hiszen az előadásban próbáltam megmutatni, amit úgy hívunk, hogy Responsible Aesthetics, azaz felelős esztétikai helyreállító munka. Tulajdonképpen arról szól, hogy minél kevesebb beavatkozással, minél kevesebb fogszövet rombolással, roncsolással tudjunk eljutni egy nagyon szép esztétikai végeredményig. A fogászat jövője mindenképpen az, hogy nagyon keveset kelljen a fogakhoz hozzányúlni, és inkább megtartani az épp az egészséges fogszöveteket, és azokra építkezve, azokhoz akár adhezív módon, tehát olyan rögzítéseket létrehozni, amik főleg a zománcon tudnak érvényesülni. Ezért fontos az, hogy nagyon keveset és irányított módon preparáljunk. Ennek megvannak a technikái, az irányított preparálás, a nagyító, a mikroszkóp használata, ami lehetővé teszi, hogy tényleg sokszor akár csak 10 mm pontossággal tudunk végrehajtani beavatkozásokat. Én kb. 8 éve használok lupét, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez még azért mindig nem egy standard, sajnos. Magyarországon semmiképpen nem. Tehát kezdésnek mindenképpen a lupe a megfelelő eszköz. Ezt nagyjából 2,5-szeres nagyítással érdemes elkezdeni. Én most 5-szörös használok, de érzem, hogy ennél több kell. Úgyhogy egy hónappal ezelőtt vettem egy mikroszkópot is, ami akár 25-szörös nagyításra is alkalmas. Hát az implantológiában azt gondolom, hogy a digitális tervezés az egy nagy jövő. A digitális sablonok készítése és az szerinti implantátum behelyezés. De én a saját szemszögemből mindig azt látom, hogy hiszem, ha látom, tehát szeretem látni azt a területet, ahová beteszem, szeretném látni azokat a csontkontúrokat, szeretném saját magam megformázni a látszöveteket. És az, hogy egy sablont fölteszek és befúrom az implantot tulajdonképpen vakon, az pillanatnyilag nem az én utam. A digitális technológiák közül, amit már nagyon régóta, tehát nagyjából 10 éve, 12 éve használható, a digitális fotózás, tehát tükörreflexes gépek, és ezeknek a különböző, akár szoftverekkel történő manipulálása. A digitális smile design azért hozzáteszem, ami nem arról szól, hogy digitálisan a gépünk egy szoftver segítségével előállít valamit. Tehát itt a mi konstruktív gondolkodásunkra van szükség, az arcanalízis alapján készített tervre, hogy ezt utána digitálisan rögzítjük, kommunikáljuk, továbbítjuk a labor felé, ez ma már természetes. Digitális technológiából természetesen a CAD/CAM rendszereket napi szinten használjuk, illetve amiben a jövőt látom, és sok helyen ezt már a világszerte alkalmazzák, ez a szék melletti, tehát a rendelőn belüli digitális lenyomatvétel és a digitális gyártási sorok, tehát gyakorlatilag a rendelőn belül történő restaurációk elkészítése. Már hozzáteszem, hogy az én világomban ezek esztétikailag nem illenek bele. Az egyéni kivitelezés, amit a kerámiás kezemunkája, intuíciója, művészi foka beletesz, attól lesz igazából szép valami. Tehát a gépek biztos, hogy gyorsabban, szebben, pontosabban gyártanak, de a végső esztétikai megjelenéshez azért kell egy ember, aki ezt az egészet befejezi.